Sziasztok! A Diablo franchise-nak már a kezdetektől része a hardcore játékmód, ami annyit jelent, hogy ha csak egyetlen egyszer is meghal a karaktered, vége a játéknak és kezdheted előről. Nincs ez másképpen a Diablo negyedik részében sem. Érthető okokból nem szerencsés tehát, hogyha az akár több száz órája dédelgetett karakterettől egyszer csak végleg el kell búcsúznod. A tipjeim elsősorban veterán nehézségi fokozatra vonatkoznak és teljesen általános érvényűek, én nem akarom megmondani, hogy melyik karaktert választ vagy milyen bildet használj, egyrészt erről éppen elég mennyiségű tartalom van az interneten, másrészt pedig nem akarom elvenni tőled az élményt, hogy kitapasztald. Ebben a videóban elsősorban olyan játékosoknak adok néhány ötletet, akik ezt a játékmódot választják. A játék elején messziről kerüld el a dungeonöket annak ellenére, hogy az igazán jó felszereléseket azoknak a mélyén találhatod. A pincéket kellő elővigyázatossággal nyugodtan megtisztíthatod, nem lesznek olyan veszélyesek. Óvatosan közelítsd meg a szentélyeket is, hiszen azok gyakran el vannak átkozva, így a bónuszok helyett egy hatalmas sereget kapsz a nyakadba. Maradj a nyílt terepen, amíg kellő mennyiségű skillpontot nem gyűjtesz, de még itt is kerüld el a challenge és más játékosokat, akik belevisznek a rosszba. De a legfontosabb. Ha meglátod ezt a kis szemetet, egyszerűen hagyd elmenni. főzeteid mindig legyenek tele. Feltöltheted őket a városokban a gyógyítóknál, gyógyítókutaknál, vagy akár moboktól is lútolhatsz. A főzeteid maximális számát növelheted hírnévpontok gyűjtésével. Az én tippem erre, hogy egyszerűen deríts fel új régiókat, találj V-pontokat és lútoltárokat, valamint teljesíts könnyebb mellékküldetéseket. Eszedbe ne jusson Strongholdok kitisztításával hírnévpontokhoz jutni. Mutatom miért. mindig legyél mozgásban. Azzal a hozzáállással, hogy álmos most már nem hátrálok, ezt az emlét szemtől szembe közelből is simán le fogom győzni. Nem baj, ha eltalál az a párdárda. Bele fogsz kényelmesedni a játékba, és akkor sem mozogsz majd, amikor nagyon kéne. Ahhoz, hogy megfelelően nagy legyen a szabadságod a mozgásban, szükséged lesz egy olyan skillre, amely rögtön feloldja a mozgásodat korlátozó effekteket is. Ezt a Diablo játékokban crowd control effektnek hívják. Ilyen lehet a stun, a chill vagy a freeze, a knockdown, vagy akár az immobilize is. Az effekteket megszakító skilledet kifejezetten csak akkor használd, ha tényleg baj van. Onnan tudhatod biztosan, hogy a skilled alkalmas a crowd control hatás megszakítására, hogy a leírásában szerepel az unstoppable, vagy az immune szó. Egyébként pedig a karaktered feje felett egy széttört láncot kell látnod, amikor aktiválod a képességet. A csizmádnak mindenképpen legyen meg az a tulajdonsága, ami a kitérésedhez ad még egy lehetőséget, mielőtt meg kéne várnod a kuldánt, hogy újra használhassd. Ez a plusz egy evét charge. Ne sajnáld az idődet a városokban tölteni, mindig a lehető legjobb fegyverekkel indulj csatába. A kovácsal fejlesztheted a felszerelésedet, az ékszerészsel drágaköveket helyezhetsz a tárgyaidba, az okkultistával alapvetően változtathatod meg a fegyvereid és a páncélod képességeit nem lebecsülendő az érdekességek szállítója sem, akinél ősi érmékért úgynevezett obolszért próbálhat szerencsét. Hasznos lehet több hardcore karaktert is indítani, mert közös lesz a ládátok, az aranyatok és az említett obolsz is, sőt néhány skillpontot is gyűjthetsz az összes karaktered számára. Így a legféltettebb karakteredet úgy is előnyökhöz juttathatod, hogy csak egy másiknak a bőrét viszed vásárra. Ebben a játékban csak nem minden az időzítésen múlik. Ha rendszeresen hallod ezeket a mondatokat, valamit rosszul csinálsz. Mindig figyeld a szemet sarkából az életerőd mellett azt is, hogy mennyi energiád van még, vagy hogy egy adott képességedet mikor használhatod újra. Rengeteg időt veszíthetsz azzal, ha egy olyan gombot nyomkodsz, amire a karaktered nem áll készen. Ha úgy tűnik, hogy éppen biztonságban vagy, ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Egyrészt a játékban a szellemek gyakran a semmiből tűnnek elő, másrészt léteznek láthatatlan zsiványok és farkas emberek is, akik észrevétlenül mögé és óriási sebzésük mellett vérzést is okoznak. Igyekezz kiszúrni őket! Lehetőleg ne állj neki fáradtan diablózni, és ha elfáradtál, tarts egy kis szünetet. Ne főzz kávét, ne rendelj pizzát, hiszen nem tudod megállítani a játékot. De legfőképpen ne telefonálj hardcore diablózás közben. Hát szevasz, az én mi van veled? Én éppen diablózom, képzeld el, most értem el az 50. szintet. Bazd meg! És az Isten szerelmére dugd be az internetkábelt. Biztosíts be magadat. Szerencsére a játékban erre több lehetőség is kínálkozik. A vértetbe helyez be olyan barriert, amely az elit ellenfelek okozta sebzést nyeli el. Mindig használj olyan elixírt, ami megnöveli a védelmedet fél órán át. Szükség esetére tarts magadnál egy Dead Evasion elég is. Ez csak akkor használt fel, ha nagyon kemény ellenfélre számítasz, mivel az elkészítéséhez szükséges Tang és Demon's Heart meglehetősen ritkaság. Az escape scroll-al azonnal ki tudsz teleportálni bármilyen szorult helyzetből, nem kell megvárnod, amíg a támportál elkészül. Helyezd el a középső tárcsádon ezeket az itemeket, hogy szükség esetén azonnal használni tudd őket. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és remélem, hogy találtál valami olyan hasznos tippet, amit majd alkalmazni tudsz te is a Diablo végigjátszásod során. Hajrá!